estét kívánok, tisztelettel köszöntök. Köszöntünk mindenkit a mai közeleti kávéházunkon. Egy pár hónappal ezelőtt az egyik vendégünknél, Nagy Ferónál, akivel ugyanígy beszélgettünk, úgy kezdtem, hogy hát egy földinket köszönhetünk, vagy köszönhetünk körünkbe. És hát most ezt ugyanúgy elmondhatom, ugye Nagy Feró Letenyén született, de hát itt egy még szorosabb, vagy közelebbi földinkről beszélhetünk, Szálinger Balázsról, aki ma ellátogatott hozzánk, aki Keszthelyen született, Alsópáokon élt, úgyhogy azt gondolom, hogy... És most már nagyon köthető a neve Hévízhez is, nem csak a közéleti kávéház miatt, hanem a Hévíz folyóirat főszerkesztőjeként is köthető ide. Úgyhogy köszöntelek téged, Balázs. Ha megengedik, akkor mi tegeződni fogunk a mai estén. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És mielőtt átadnám a szót, illetve föltenném a kérdéseinket, azért szeretnék Balázsról, én ma megmondom őszintén, hogy elcsodálkoztam, mert egy fiatal emberről beszélünk, és ahogy végignéztük, hogy micsoda a díjak, és mennyi minden dolog, amit ő már alkotott, és csak itt egy-két sor, vagy egy-két dolog erről, köteteiben, Zalai Passió, Első Pesti Vérkabaré, a 104. év, M1, M7-es, ugye ez versek, a köztársaság, és én a színházon csodálkoztam, azt kérdeztem is előbb Balázstól, hogy hát ő a színháznál a drámai költeménytől, a műfordításon, a táncjátékon keresztül, a mesedarabon keresztül mindenbe mondhatom azt, hogy részt vett, vagy kivette a részét ezekből. És hát aztán a díjak és ösztöndíjak, az pedig veretes. Tehát Móricz Zsigmond ösztöndíj, Magyar Rádió Petőfi díj, a Bródi Sándor díj, Irodalmi Jelen, Költészeti díj, Nemzeti Kulturális Alap, Alkotói ösztöndíj, Quasimodo külön díj, Szépernő jutalom, Junior Prima díj 2008, Zalai Közművelődésért díj 2009, József Attila díj 2010, Örkény István ösztöndíj 2011, Szépíró díj 2013, Alsópáok kultúrájáért díj szintén 2013. Tehát mondhatom, hogy egy veretes pálya, amit már Balázs eddig is befutott, és azt gondolom, hogy még óriási jövő előtt áll. És talán az első kérdés valahogy ehhez is kapcsolódna, hogy pályakezdés. Tudjuk, vagy tudhatjuk Balázsról, hogy jogi egyetemre járt, és hát azt a költő lett belőled. Nem is értett, nem tudom, hogy lesz valakiból költő, főleg, ha egy jogi pályán indul el. Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást, köszönöm mindenkinek, aki időt szakított a mai estére. Hát nem olyan tájidegen a jogi egyetem a magyar irodalomban a költőktől. A jogi diploma az annál tájidegenebb, mert nagyon sok olyan költőt tudunk, aki járt jogra, csak nem fejezte be Ady Endrétől kezdve. Tudom is én, Arany János mondjuk ő befejezte. Kortársak között Kemény István, amit nem sokan tudnak. Valahogy az, hogy jurátus és költő, az valahogy benne van a mi műveltségünkben, a polgárosodás idején volt egy ilyen. Eleve még az alapiskolákban tanítottak verstant. Nyilván a latin nyelv az még egy művelt nyelv, tehát általánosan művelt nyelv volt olyan 100 évvel ezelőtt. Még csak két generáció ment ki a magyar kötelező, ugye 1844 óta. Volt kötelező két generációval ezelőtt, az még hivatali nyelv volt, hivatalos nyelv volt, és hát a latin az egyszerre a verstantól sem idegen, és egyszerre a jogtól sem idegen. Hát úgy, a kérdés ugye az akkor, hogy kerültem a jogra, hogy az édesanyám történelemtanár, tehát a történelem az egyértelmű volt, hogy azt kaptam hazúrról, az irodalmat azt a legkevésbé se, tehát egy történelmi műveltségem van, sajnos az irodalmat, azt, amit tudtam, próbáltam pótolni, de az valahogy én nem jártam bölcsészkarra, magyar szakra, úgyhogy az látszik is, hogy nagyon fokhias. És a magyarral mindig hadilábon álltam gimnáziumba.
Kaposváron jártam az első évet a gimnáziumból, a katolikus gimnáziumba, ott kettes voltam a irodalomból. Nyelvtanból nem, mert az ott a helyes írás az megmentett, de amikor ágrajzokat kellett rajzolni, akkor azért ott is voltak rosszabb jegyek. És amikor Keszthelyre kerültem Hinger Tamáshoz, akinél érettségiztem, szép lassan ő kezdte úgy intézni, hogy a irodalom átvette az irányítást, a történelem fölött mindenképpen lenyomta. De hát ez a kettő meg egyértelmű, hogy jogot jelent. Ugye a magyar a irodalom meg a történelem együtt, ez azt jelenti, hogy ezzel el lehet menni a jogra. Társadalmi kérdések eleve már csak a történelem okán is azok mindig érdekeltek, úgyhogy gondoltam, hogy ez egy normális választás. Az, hogy magyar szakra kéne menni és tanárnak lenni, az a legkevésbé sem érdekelt. Az most kezd picit érdekelni, amikor elég sokat járok iskolákba, gimnáziumokba, és látom, hogy most még tudok úgy beszélni a diákokhoz, hogy az nekik még érdekes, még megvan az a közös hang, nem biztos, hogy ez olyan nagyon sokáig tart. És akkor innen hogy jött a költészet? Tehát egy költöletem a jogot, akkor a végén... 3 évet elvégeztem belőle, és még ez egy ilyen nagyon-nagyon... Aki tanult jogot, az tudja, hogy mit jelent, hogy én még... Engem Zlinszky János még kicsapott római jogszigorlatról, tehát én még jártam nála. Ugye most alkotmánybíró, azt hiszem. És akkor egy erdélyi táborba, egy diáktáborba dolgoztam, mint egy alapítványnál töltöttem a polgári szolgálatomat, katonai polgári szolgálatomat, ez szervezte a Tusnád fürdői tábort, és akkor ott dolgoztam a táborba, mint hát az volt a dolgom. Kulcsokat vittem egyik vendégtől a másikig, jobb szobát szereztem, nem bolhás faházat szereztem, bolhás helyet. Na és akkor ott volt egy irodalmi est, az előretolt helyőrség irodalmi folyóiratnak. Ez egy kolozsvári irodalmi folyóirat volt ennek az estje, nagyon fiatal szerzőgárdával, tehát szerintem nem is volt még senki 30, de már többen közülük nagy öregnek voltak tekintve. Na és én körülbelül lelassítottam a táborba az ő estjüknél. De nekem is az volt a fejemben, hogy lényegében az elképzelhetetlen, hogy az ember verset ír, hiszen József Attila volt az utolsó költő, és van egy ilyen hülye közvélekedés, ugye én ebbe voltam, és még írtam verset, de ez szerintem ilyen igazi kinőni való dolog egy 19 éves fiatal embernél. Ezt majd kinövik, főleg jár a jogra, negyed évnél már ez nem olyan nagyon érdekes. Amikor az élő joganyagot kell bemagolni, akkor nagyon nem jegyzetelünk mellette már. És akkor mutattam nekik a verseimet. És nem, nagy sikert nem értem el velük. És egy ember, György Attila mondta azt, hogy itt van az egyik vers a 26-ból, mondjuk nevezzük 17-nek, itt a második szakasz, harmadik, negyedik sora között, mintha egy lehetségre utaló jele, foszlányt vettem volna észre, de lehet, hogy csak a nap sütött szembe. De aztán ennyiben maradtunk. És aztán egy pár hónappal később jelentkezett nálam az egyikük, Sánta Attila. Én akkor ugye ennél az alapítványnál dolgoztam, és ők azt gondolták, vagy többen azt gondolták, hogy akkor itt ez az alapítvány, ezen keresztül ösztöndíjakat lehet kapni határon túliaknak, és hogy mivel én ott dolgoztam, ezt felhívtak megkérdezni, hogy ez hogy van, így van-e. Közben találkoztunk, óvatlanul kéziratot mutattam nekik már nyilván, és akkor mondta Sánta Attila, hogy hát itt most meg már itt a további 39 vers között mintha kettő egész verset találnék, amiben határozottan van tehetségre utaló jel, és akkor ezeket a verseket már megmutatom Orbán János Dénesnek, aki akkor a folyóirat főszerkesztője volt. És ezeket Jánoska elolvasta, Orbán János, és ő azt mondta Sánta Attilának, hogy Einstein
Azt mondta, hogy elveszem a gyereket tőled, ő mától az enyém, én vagyok a mestere, ő az én tanítványom, te pedig csinálj, amit akarsz, keríts magadnak új tanítványt. És akkor írt nekem Jánoska egy elég hosszú levelet, de akkor nekem teltek a jogi egyetemi hétköznapjaim, Újpestre jártam ki minden nap metróval. Csak metróval volt fél óra a belvárosból. És akkor írt egy hosszú levelet ez az Orbán János Dénes, és azt írta, hogy fog velem foglalkozni, következők a feltételek, következőket ajánlja. Elmondta, hogy azt kell mondani, azt kell csinálni, amit ő mond, ott kell közölni, ahol ő mondja. Cserébe én meg leszek tanítva erre, erre, erre. El kell olvasnom ezt, meg ezt a könyvet. Nagyon egyszerű, ilyen valamit kapok, valamit adok. Egy egyszerű szerződés volt egy ilyesmi, és akkor lényegében mentem vele, ahova ő ment. Ő 97-89 körül, ez az előretolt helyőrség, ez elég divatos volt a budapesti irodalmi életben, tehát János is elég sok helyre ment, én meg ő voltam az én táskavévő tanítványa, mentem mindig utána, és hát előbb-utóbb az én verseimet is befogadták itt-ott-ott. Az első folyóirat közlés ettől függetlenül a Hévíz folyóiratban volt. J.B. Géza kérte tőlem, úgyhogy ez nagyon fontos, ezt el kell mondani. A második az meg már Kolozsváron volt a előretolt helyőrségben. Itt többször szóba került a határon túl vagy határon túl megfogalmazás. Te ugye kétszer egy évig éltél ott. Igen. Illetve Erdélyben jelent meg az első két könyved is. Igen. Mi az, ami téged odaköt? Szerintem nagyon fontos egy pályakezdőköltőnél, ma voltam a Bibóba is, ott is azt mondtam nekik, hogy próbáljanak meg alapítani egy 4-5-6-8 fős társaságot, egy gruppot, amiben folyamatosan írják a verseket. Le fognak morzsolódni a sértődékenyek, hát ha megmarad egy 4-5 fős mag, amin belül ki lehet adni feladatokat, hogy most tudom is én, fogjátok meg ezt az Adi verset mondjuk, és roncsátok el, ahogy csak tudjátok, az utolsó két sorával, de csináljátok belőle elképesztően rossz verset, és mutassátok meg másnap, és beszélgessetek erről, hogy te miért nem jól rontottad el, mivel lehetett volna még jobban elrontani. Ez egy nagyon érdekes, ahogy egy baráti társaság, vagy inkább azt mondom, hogy kortárs csoporton belül hirtelen az kezd az összetartó dolog lenni, hogy ki ír jobbat. Tehát próbálni jobbat írni, mint a többi. Nem verset, tehát nem szebb gondolat, meg hőbb szerelemről árulkodó versekről van szó, hanem egyszerűen technikai tudás közös megtanulásáról. Mindenképpen alázásokról van szó, hogyha valami nem jól sikerül, akkor tessék este kisírni magad úgy, hogy a többiek ne vegyék észre, és másnap úgy jönni, hogy már pedig ma én fogom a legjobbat írni, és a többiek fognak visszahúzódni. Ez ott kialakult Kolozsváron abba a pár évben. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Tényleg volt az, hogy úgy mentem haza, ahol éppen aludtam, vagy kaptam szállást barátomtól, úgy mentem haza a kocsmából, ahol zajlottak ezek a papírozások, de képzeljük el, hogy a kocsmában, amellett, hogy történik az a dolog, amiért az emberek kocsmába járnak, ott vannak a vers kéziratok, és mondták, hogy ez nem jó, ez itt jó, te ezen javíts, ott két szótak húzzál ki, és ez zajlott. Tényleg volt, hogy úgy mentem haza, hogy na jó, én most ülök fel a buszra, és különben is én még a szivatásnak jobban áldozata voltam, mert ez voltam, mint most mínusz 15 kiló, és még ráadásul Magyarország is voltam. Tehát engem többszörösen lehetett szivatni. Elég jó alanya voltam, még most is vagyok. És sokszor volt az, hogy én ezt befejezem, és buszra, és tűnés innen, és ez csak egy kaland, és milyen jó, vár engem a negyed év, és milyen jó lesz. És valahogy mindig másnap, hogy nem, maradok még egy napot, de ma én fogom írni a legjobbat. És ezek a dolgok, ez a helyzet, ez az állapot kialakult valahogy. Voltunk ott többen, Gál Attila, Nagy Koppány Zsolt, ő prózaíró. De érdekes, ott a prózaíróknak, fiatal prózaíróknak is meg kellett tanulni verset írni, mert az volt mondva, hogy ez egy irodalmának ezt kell tudnia. Farkas Velman Endre, többen voltunk, és az köt oda valójában, hogy nekem ez az élményem, hogy először átélni ezt, hogy
közösségben, egy irodalmi alapú közösségnek a tagja lenni, ami furcsa módon baráti közösség is. Nagyon furcsa ez a kettő együtt. Ez nagyon ritka, amikor egy per egybe 100%-os átfedés mutat. Nekem ezt az élményt jelenti, és amikor mondjuk az a kérdés elhangzik, hogy miért nem Magyarországon jelent meg mondjuk az első könyv, vagy a második, akkor egyszerűen az a válasz, hogy nekem az fel sem merült. Nekem semmiféle ilyet, hogy államhatár, vagy magyarországi, vagy erdélyi irodalmi élet, semmiért nem tudtam, hogy ezek léteznek, hogy ezek különálló dolgok, vagy ezek a címkék léteznek. Nekem ott jelennek meg a könyveim, múl az én barátaim könyvei jelennek meg. Azoké a barátaimnak a könyvei, akikkel együtt tanultam meg írni. Tehát teljesen egyértelmű volt. És mivel az első két kötet nagyon furcsán alakult, mert hogy a másodiknak, az Alai Passiónak a szövege már kész volt akkor, amikor az első meg se jelent, és az lett kitalálva, hogy fél év követési távolsággal jelennek meg. És tehát egész közel volt egymáshoz az első két könyv, lényegében fél év alatt az első két könyv megjelent. Ezért egyértelmű, hogy a két kötet között még idő se volt arra, hogy én már elkezdjek Magyarországon valami okoskodásba, hogy mégis hol kéne megjelenni. Teljesen egyértelmű volt, hogy hol jelennek meg, nem is jelenhetett volna meg máshol, nem is ismertem a magyarországi irodalmi életben lényegében senkit. Nem is hiányzott. Beszéltünk itt ugye akkor határon túl, jelenleg ugye Budapesten. Igen. Élsz, alkotsz, tevékenykedsz, de azért azt mindig azt gondolom, hogy minden egyes megjelenéseden, és hát persze tapasztalhatjuk azt, hogy a zalai hovatartozásodat, vagy a zalai identitásodat azért soha nem felejtetted el, és ezt mindig ki is hangsúlyozod, vagy el is mondod adott esetben. Hogy érzed, hogy itt Zala megyébe ismernek, elismernek, vagy azért ez a része is a te életednek inkább Budapesthez, vagy egy fővárosi központú? Hát hazajönni, az mindenképp az itt. Tehát az egyértelmű. Magam miatt is, családom, valamikori osztálytársaim. Nyilván ez ide köt. Ha mondjuk megnézem azt, hogy a Facebookon, a szerzői oldalomon ugye lehet látni egy ilyen statisztikát, hogy milyen településekről vannak a legtöbb emberek, az Budapest. És Budapest után Kolozsvár az első, utána viszont, ez nem sokáig fog így tartani, mert utána viszont Zsinórba egymás alatt van Zalaegerszeg, Keszthely, Hévíz, Alsópáhok és Zalaapáti. Lényegében ez az Alsópáhok, ahol felnőttem, Zalaapáti, ahol az általános iskolát jártam, a felső tagozatot, Zalaegerszeg, Keszthely, ami a szülővárosom, meg Hévíz. És ezek nagyon, nagyon egymás nyomába vannak, és nagyon azt érzem, hogy itt a kolozsvári az olyan nagyon nőni mostanában nem fog, szerintem. Uh-huh. És ha ezeket összeadjuk, ezeket a zalaiakat, és még az ilyen mindenhonnan, mert Letenyétől Türjéig van sokfajta, akkor viszont hát olyan kétharmada az egész a budapestinek. Most a budapesti, hogyha egy budapesti, tehát hogyha ezt a mezőnyt nézzük, bocsánat, ez teljesen, lehet, hogy érdektelen ez a statisztika, de a budapesti az nem föltétlenül Budapesthez kötődő ismerős, hanem mondjuk ott megismert ismerős, aki ugyanúgy, ahogy én, mondjuk máshol nőtt föl, de Budapesten él. De például Csárna Szabó András nálam budapesti találat. És ez nem olyan biztos, hogy ez... Tehát Budapest az a megismerkedésünk színhelye, a közös életünk színhelye, bár ugye nem együtt élünk, már néha van olyan érzésem, De hogy érdekes, hogy ugye ez azt jelenti, mint hogyha tehát Budapest felül reprezentáltna. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az országnak nincsenek minisztériumai, bezzeg Budapestnek van az összes, hanem ez azt jelenti, hogy azért a budapesti felhasználók, akit én annak látok, nem olyan biztos, hogy budapestieket akarnak. Tehát hogyha ezeket a régiókat nézzük, akkor mindenképp Zala az első, még számosságát tekintve is. Ilyen módon akkor persze ugye a lakosszámok is, azt gondolom, hogy ez természetesen, vagy a tömeg befolyásolja.
Tulajdonképpen az lett volna a kérdésem, hogy akkor az irodalmi élet az egyértelműen azért Budapesthez köthető, vagy gondolom, hogy köthető. A Magyarország, igen. Magyarország egyértelműen. És mit gondolsz arról, hogy tehát ma ugye egész napot itt töltötted nálunk, délelőtt bemutattuk a Hévíz folyóirat most megjelent számát, illetve az elmúlt 2 évet, amióta ti csináljátok a Hévíz folyóiratot, áttekintettük, és elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres, amióta ezt a 2 évet csináljuk. Korábban is sikeres volt, de sikerült az a változtatás, amit szerettünk volna. Aztán voltál ma ugye a Bibó gimnáziumból, találkoztál diákokkal, ma itt vagy. Nem lehet egy kicsit áttörni azt a dolgot, hogy vidékre is lejöjjön ez a fajta kultúra, lejöjjön az irodalmi élet ilyen vonatkozásba is? Mert mi is azért próbálkozunk, egyik része, vagy az egyik feladata a Hévíz folyóiratnak is adott esetben ez, amit talán már ebben azt gondolom, hogy sikereket értünk el, de mégis azt gondolom, hogy még számos feladat vagy lehetőség lenne ebben. Bázisok vannak, a magyar irodalomnak vannak nagy csomópontjai, és ezek olyanok, hát hogyha megnézzük, hogy micsodák, hogy Szeged, Debrecen, érdekes lenne elsorolni, ezek jó része egyetemfüggők. Tehát ahol egy bölcsészkar van, vagy ha van annak egy magyar szakja, akkor ott előbb-utóbb megjelenik az irodalmi élet is előbb-utóbb, mert előbb-utóbb lesz folyóirat, vagy lap, vagy valami ilyesmi egyetemi újság. A másik, ami generálhat ilyen irodalmi életet, az a folyóirat. De ugye azt látjuk, hogy az hogyan generálja. Tehát például én most Budapesten élek, tegyük fel 5-6 év után hazajövök, én akkor tudok itt lenni, és kezembe venni gyerekeket, fiatalokat, hogy akkor meg lehet teremteni egy olyat. Lényegében csak össze kell gyúrni őket, és utána engedni, hogy maguktól nőjenek, de az első dolog, abban nagyon fontos szerepe van a tanároknak. Ugye ezt tudjuk, hogy a tanároknak eléggé kötött amit taníthatnak. Tehát lehet egy tanárnak Somlyó Zoltán a kedvenc költője, ha nem szerepel a NAD-ban, akkor nem szerepel a NAD-ban, és ami meg szerepel, az meg szerepel a NAD-ban, és akkor azt kell csinálni. És a bölcsészkaron, magyar szakon, ott már nagyobb a szabadság ilyen értelemben, tehát ott már, most akit mondtam példát, Somlyó Zoltán, de mondhatok egy másikat, aki szintén mondjuk azt, hogy szinte ködlovag, hogy Hunyadi Sándor nincs a kanonikus szerzők között, miközben lehet, hogy top 3-as novellista, és az egészen elképesztő. Őket bölcsészkaron fogják tudni felfedezni a fiatalok. Tehát és nem olyan biztos, hogy a NAD-ba szereplő szerzők a leginspiratívabbak egy pályakezdő író és költő számára. Tehát azt a dózist, ami beindíthat egy pályát, mint inspirációs szövegállomány, azt a dózist azt egyetemi városokba kaphatják meg, vagy ahol van tradíciója az irodalmi életnek. De leginkább mi maradjunk ennyibe, hogy egyetemi városokban, mert például meg lehet nézni Nagyváradot, ahol aztán más sincs, mint hősi irodalmi múlt. 13 évvel ezelőtt éltem ott 1 évet, akkor még nem nagyon volt az egyetem. Hát ott, ami irodalmi élet volt, az lényegében egy kisvárosi. És annak minden bájával és esettségével együtt természetesen, de mondjuk volt a múlt, és körülbelül ennyi, és van egy jelen, ami kikövetkeztethető az értelmiség számából, annak az értelmiségnek a beágyazottságától, ugye, hogy két főváros között, tehát Kolozsvár meg Budapest között van ez az értelmiség, az egyik fele ebbe az irányba röppen, a másik fele abba az irányba röppen, nyilván kimaradott, és akkor azok kezdenek egy irodalmi életet. Valamikor ebből Várad például szépen profitált, mert egyfajta ilyen komp város volt, de hát ahhoz nyilván teljesen más kultúra kell, kulturális beágyazottság. Ez 100 évvel ezelőtt megvolt, 110 évvel ezelőtt, most ez nincsen meg. Most teljesen más dimenziók vannak. De például nincs mit kezdeni a hősi múlttal. Van, vagy például Keszthelynek micsoda irodalmi és művelődés történeti, és mekkora hatalmas múltja van. Ahhoz viszont, hogy,
hogy ebből pezsgő irodalmi élet legyen, ahhoz kéne legalább egy olyan tanszék, ami humán alapú. És ezzel nem azt mondom, hogy nincsen, de alapvetően folyóirat sincsen. És hát ott kéne lenni, hogyha azt nézzük, hogy a Kárpát-medence mondjuk azt, hogy top 15-ös irodalmi hagyománnyal bíró városai, akkor abban a Keszthely benne van a múltja alapján. Egyetem felsőoktatás függő. Akkor mi ebben lehet, hogy kicsit előre léptünk Hévíz vonatkozásában, és ez lenne talán a következő kérdés, habár ma már erről a sajtó előtt beszéltünk. Ugye 2 éve volt az a találkozásunk, amikor felkértünk, megkértünk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy a Hévíz folyóiratot gondoljuk újra, és hát a főszerkesztő feladatokat elvállalná, de és hát, hogy mit tudunk ezzel a fenében ne vállalni. Hogy mit tudunk ebből a dologból kihozni, összehozni. És mondom, erről ma már beszéltünk, de azt gondolom, hogy érdemes talán egy kicsit mégis feszegetni mégis ezt a kérdést, illetve itt is elmondani, hogy mik a tapasztalataid, habár elsősorban a technikai háttérről beszéltünk, de így főszerkesztőként tényleg egy újra gondolandó lappal kapcsolatosan, hogy érzed ezt a főszerkesztői munkát is egyáltalán, meg az, hogy hova jutottunk el, vagy hova juthatunk el? Juthattok el elsősorban a folyóirattal? Hát először is van egy társam, a Cserna Szabó András, aki lényegében ez, hát ketten csináljuk. És mindjárt kihívjuk őt is, jó? Hívjuk ki őt is mindjárt, igen. Az a helyzet, hogy olyan nagyon mi se gondoltuk ezt ennyi idő, 2 évvel ezelőtt, hogy ennyi idő után ez lehet belőle. Ugye van a, hát igen, most sajnos muszáj egy hasonlatot mondanom, hogy van a szövetségi kapitány, ez nem tud más mondani, mint hogy kijutunk a VB-re. Olyan nincs, hogy harmadikak leszünk, és ez egy optimális fejlődés, miközben mindannyian tudjuk, hogy óriási dolog, ha harmadikak vagyunk a selejtező csoportból, muszáj azt mondani, hogy kijutunk. Hát könnyen lehet, hogy amikor 2 éve én azt mondtam, hogy hát ez így jó lesz, meg úgy jó lesz, meg sikeres lesz, meg tudom is én. Az egy ilyen kötelező. De ezt szerintem te is tudtad, meg nem mondtattam azt, hogy lesz 40-nél több előfizető. És valahogy az van, hogy az év második felétől, mondjuk az a idei harmadik számtól kezdve abszolút a VB-n érezzük magunkat. Én teljesen biztos, szerintem Bandi is, és bízom benne, hogy ti is elégedettek vagytok vele. Ehhez nyilván kellett egy alap, nyilván kellett egy kézben lévő folyóirat, aminek nincs lejáratva a neve. Mert most mondhatnék rettenetes példát, vannak olyan folyóiratok, amikkel már nem lehetne mit csinálni, mert névadás, szerkesztőség átétele valami teljesen más kerületbe, valami teljesen más dimenzióba, és még utána azon a helyszínen is egy tisztasági festés, és akkor esetleg talán ott lehet dolgozni. Itt ez a folyóirat, ugye azt az elején erről beszéltünk, hogy a helyi értékeket elég méltón kezelte. Lényegében az, hogy na de nem úgy, mint helyi értékek. Tehát ez, hogy bárhol máshol érvényes, tehát egy Szegeden is érvényes az, ami a helytörténeti blogban megjelent. A szemléletváltás az lényegében az volt, hogy a szépirodalmi blogba, a vezérblogba is oda próbálunk olyan szerzőket megnyerni, akik országosan ismertek, vagy mondjuk más tájon ismertek, mert ő nekik köszönhetően, az ő ismerőseiknek és az ő olvasóiknak köszönhetően teszem azt, ezek a helytörténeti dolgok oda eljutnak azokra az asztalokra, Csíkszeredába, meg Pozsonyba, meg tudom is én, Budapestre. És ez egy nagyon egyszerű matematikai képlet. Amúgy lehet azt is mondani, hogy azért jó a ismert költőkkel, írókkal dolgozni, és az ő anyagaikat közölni, mert ők jókat írnak, és ezért magasabb színvonalú lesz a folyóirat. Egyrészt így van, hogy magasabb színvonalú lesz,
az átlaga az anyagoknak, de nem olyan egyértelmű, hogy ezek jót írnak. Ezek nem olyan nagyon egyértelmű, hogy jót írnak. Szintén nem mondok neveket, lehetne. Vannak olyanok, akik a élőszoborként még a maradék éveiket arra fordítják, hogy lebontsák azt a szobrot is. Van az. A jó részt a középgenerációban azt hiszem, hogy legnagyobb százalékban bennük lehet bízni. Ez a 30-40 év közötti. Szerintem ebbe Bandival a első pillanattól egyetértettünk, és mi is ebbe a generációba tartozunk, tehát akik még nem csontosodtak valami ikonná, de már nem is pályakezdők úgy, hogy bizonytalanok. Valójában ez a derékhad. Ezt azért lehet látni, hogy a 30-40 év közti. És aztán van szórás mindenfele. Én legjobban azt szeretem, amikor fiatalok vannak, vagy teljesen érintetlenek vannak. Azt nagyon szeretem. Ez a hármas, a szerzői. Hogyha a szerzői gárdát nézzük, akkor talán ez a hármas, amire lehet építeni, hogy mondjuk a fele körülbelül a közép nemzedék, és a maradék fele pedig elosztva az idősebbek és a pályakezdők között. A pályakezdők bevetett bizalom az egyébként vissza fog jönni. Tehát az egy pár éven belül visszajön, mert például a költők nagyon gyorsan tudnak fejlődni. Elég szembetűnő, hogy egy év alatt mi lesz egy költőből, hogyha azt gyakorolja is. Most azt, hogy ehhez legyen kedve, hogy gyakorolja, ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell a megjelenés. Tehát picit ilyen róka fogta, csuka fogta róka. Ezek a nemzedéki kérdések, a földrajzi dolgok pedig, hát itt is kell egy egészséges arány. Szerintem úgy volna jó, hogyha minimum a harmada helyi, illetve mondjuk úgy, hogy zalai szerző. Ezt azért nem olyan egyszerű tartani. De például már van több olyan zalai szerzőnk, azt hiszem kettő vagy három, és akinek az első közlése volt idén a Hévíz folyóiratban. Na, ők a következő időben már nagyon egyszerűen beleférnek, és építik ezt az egyharmadot. Az ő ismerőseik, olvasóik alapvetően valamilyen szinten kötődni fognak a Hévíz folyóirathoz. Volt olyan számunk, a könyvhétre kijött számunk, aminek a címlapján Vörös Sándor volt, ott Hály János írt egy eszét, szerintem oktatási segédanyagnak is lehetne használni. Valójában ez volt az a szám, amiben a leghangosabb anyag megjelent. Ebbe a számba költőt csak zalai tettem én, pont ezért, mert hogy ezt tudtam, hogy ezt a számot sokan fogják olvasni, akkor ebbe a számból meg lehet mutatni a zalai költőket. Na, de ott voltam a következő számban meglőve, hogy Atya Isten, hát lényegében majdnem az összes zalai költő el lett sütve az előző számba. Szerencsére beesett egy teljesen érintetlen fiatal fiú, aki a Jumurdzsákos számba a Darth Vaderes meg a Kierkegaardos verset írta, élete első versközlései. Biztos vagyok benne, hogy abból a számból ez a két a vers a legemlékezetesebb a költészeti rovatban mindenképpen. Ő már nekünk küldte a következő versét, ami sajnos jó lett, nem mertem közölni, mert olyan, de elég jó, és azt hiszem, hogy érdemes vele foglalkozni a fiatalemberrel. Tehát egy picit óvatosan, de azért, hogy finoman kell nevelgetni a fiatalokat, hogyha megijednek attól a kérésemtől, hogy kéne egy kicsi verstan, vagy kéne egy picit tanulni, ha megijednek, akkor annyit is ért az egész. Azért volt olyan, egy bibos lány most már szóvá tette, hogy az osztálya előtt miért kellett elmondanom, hogy ő megijedt ettől a kérésemtől. Azért szoktam utána írni, hogy ha-hó, ez nem olyan nagyon rémes dolog a verstan, ezt játékosan is meg lehet oldani. Be lehet foglalni menetrendbeli település neveket hexameterben. Rengeteg játék lehetőség van, ami vicces, meg jó érzés, és közben csodásan meg lehet tanulni verset írni. Nem költőnek lenni, hanem verset írni, mert ugye az két különböző dolog. De a fiatalok talán nekem az a legfontosabb. Jó lenne, hogyha minden számba tudnánk egy poétát vagy egy prózaírót avatni. Most úgy tudom, ahogy a kedves szerkesztőtársam mondta, most van egy
van a Vártán egy zalai, nagyon tehetséges prózaírónk is. 2012-ben az év drámaírója lettél, és idén novemberben a Köztársaság című drámádat bemutatták Zalaegerszegen. Megmondom őszintén, hogy nem tudtam részt venni ezen a előadáson, és kérlek, egy kicsit mesélj erről a darabról. Több szervezet oszt drámadíjat, úgyhogy van a kritikusok céhe, meg mindenféle. Ez a dramaturgok céhe volt, ami díjazta ezt a drámát. És ennek volt egy ős bemutatója Székelyudvarhelyen februárban, és novemberben volt ez a másik. Babarczi László rendezte ezt, Aránki Pállal együtt. Hát nekem ugye több dolog miatt is, ez egy nagy színpadi előadás, ami nekem még nem volt saját darabból. A nagy színpad az elég komoly bizalmat jelent, mert ott beteszik egy bérletbe az előadást, és le kell játszani 20-szor, meg 25-ször, hogyha már az ötödiknél félházban vagy annyi se, akkor a hatodik nem muszáj levenni. És az nincs mese, tehát nincs harag, csak kötelező, mert minek fűtünk, minek van fény, és egyáltalán minek kapják az emberek a pénzt, akik játszanak benne. Meg én. Szóval nagyon furcsa volt ez a bizalom, hogy ezt először itthon kaptam meg Zalaegerszegen, amiről a színházról én mindig azt gondoltam, hogy a fene egye meg már, hogy már tényleg mindenhova hívtak darabból, de valahogy itt még soha nem voltam elég jó. Úgyhogy ez az egész, ez mindörökre ki lett mosva, mert az első nagy színpadi az viszont itt volt. És az előadás kérdezték, hogy mennyire ezt képzeltem el. Természetesen erre mindig az a politikailag korrekt válasz, hogy nagyon-nagyon az átfedés, nagyon. Nem, természetesen nem ezt képzeltem el, én azt képzeltem el, amit megírtam, nem képzelhettem el azt, amit más képzelt el, ezért vagyunk különbözőek, és ezért rettenetes, amikor azt hallom, amikor valaki azt mondja erre, hogy én pont ezt gondoltam, mert nyilván nem gondolhatta pont ezt, viszont van az, amikor egy rendezőnek az elképzelése jobban tetszik, mint az, amit én gondoltam. És itt, amit a színpadon láttam, az az értelmezés, az semmivel se volt, se jobb, se rosszabb, mint az, amit én eredetileg elképzeltem, és nem tudom, hogy mit kéne még többet várni egy előadástól. Én bármikor meg tudnám nézni, lényegében minden nap. Nagyon, nagyon tetszett, nagyon elégedett voltam vele, de nyilván nem tudom reálisan látni, hanem nyilván csak azt látom, hogy szeretik-e azok, akik csinálták, és úgy látom, hogy szeretik. Az elején olvastam fel, hogy rengeteg díjad van, és talán egy kicsit banális a kérdés. Melyik az, amelyik úgy Isten igazából azt mondod, hogy ez a szívednek kedves, hogy ezt megkaptad, vagy büszke vagy rá is? Gondolom mindegyikre természetesen, de mégis... Hát kettő van. Az egyik a Székely Bicskarend, amit a Székelyföld folyóirattól kaptam, amit azért muszáj elmondani, hogy a barátaim folyóirata, tehát igen, ezt a barátaimtól kaptam. Ők is az előretolt helyőrségnek a neveltjei, alapítottak egy díjat, aminek ez a címe, és arról szól, Bicskarend. Hogy Székely Bicskarend, és arról szól ez a díj, hogy olyan magyarországi kapja minden évben, aki akár még erdélyi is lehetne. És ez a díj, ez egy bicska, amit külön neki készítettek egy Csíkszereda melletti kedves iparossal. És ez a díj volt az egyik, és a másik, ami nagyon, hát az persze, hogy az Alsópáhoki. Az a legújabb. Az nem is kell mondani, és nem azért mondom, mert hogy milyen jól hangzik, hogy én azért valahol még itteni gyerek, vagy nem ilyen hülyeség, egyszerűen elképesztő, hogy ismerem én ezt a falut. Attól a falutól én kaptam egy ilyen díjat, annál nagyobb elismerés szerintem nem kell.
Ma, amikor bejöttél hozzám délőtt, és találkoztunk, akkor az mert, hogy Szabó András egy könyvvel megajándékozott. Te nem egy könyvet hoztál nekem, hanem egy magazint, egy labdarúgással foglalkozó magazint. Ez a másik, hogy nem is tudom, hogy mondhatom, hogy szerelem, de hát dolgozol, írsz. Meg munka is. Meg munka, írsz különböző, mert nem csak ebben, hanem talán még a nemzeti sportban is, ugye, ha jól emlékszem. Nem. Ez honnan jött, és egyáltalán erről is beszéltünk már pár szót, én is nagyon szeretem focit, mint ahogy Magyarország háromnegyed része, meg persze kiválóan értünk is hozzá, de ez honnan jött, és ez... Ja, Istenem, hát ez... Hát egyrészt az anyám az foci rajongó. Édesanyád? Igen. Mint történelem tanár? Igen. Hát azt tudjuk, hogy a futball alapvetően a háborúnak a leképeződése. Az apámat nem érdekli az egész. De elviseli mindkettőnkét, és ez óriási dolog. Hát az úgy történt, pontosan viszont úgy történt, hogy 2001-ben egy körkapcsolást hallgattam nemes népen az akkor még élő nagyszüleimnek a kis fészerébe, ahova el szoktam vonulni néha dolgozni, és rádió szólt állandóan, és egy körkapcsoláson hallottam egy halálosan izgalmas, nyilván egy fordulóban volt 8 meccs, tudom is, én aznap 5 volt, tehát 5-5 kapcsoltak körbe, és amikor a ZT-hez értek, valahogy nem tudom, ott volt a leglelkesebb a riporter. És én azt mondtam, hogy a rohadt életben, hogy ez nekem miért maradt ki eddig az életem, hogy ilyen lelkes tud lenni, onnan Pestről, vagy fene tudja, hogy honnan, én meg itt ülök, és valahogy elkezdtem nézni, nem vettem azért még nemzeti sportot, mert azért, na, most meg már nem veszek, amióta kiestünk. És valahogy nagyon bekapcsolódtam abba a szezonba. És az a szezon, ez nagyon érdekes, mert akkor szokás szurkolónak lenni, egy csapat szurkolójának lenni, amikor megvesznek egy jóképű középpályást, vagy egy világhírű középpályást, vagy bajnok lesz a csapat, vagy nagy eredményt elér. És én abban a szezonban kapcsolódtam be ebbe a szerencsétlen Zete dologba, amikor majdnem kiestünk. Amikor tényleg gólarányom múlt, és az utolsó meccsen múlt, és ilyen csodával határos dolog volt, hogy bennmaradtunk. És az az érdekes, ez volt 2001. 2001 nyarán ennyi múlt, hogy bennmaradtunk az élvonalba. Rá egy évre megnyertük a bajnokságot. Tehát ez a majdnem kieső csapatból hirtelen bajnok lesz. De ez az érdekes, hogy ezt az eufóriát én abban a majdnem kiesős szezonban éreztem. És hát persze utána, persze abba a szezonba. És azóta is folyamatosan van ez. Sajnos bérletem akkor lett életemben először abba a szezonba, amikor kiestünk most. És a ez rosszat jelent, hogyha... A szurkoláson kívül ugye azért az írás is kapcsolódik, tehát megjelennek írásaid ezekben a sportlapokban, vagy sportárgyi újságokban, ugye? Igen, ez a For Fortune magazin. Ez egy havonta megjelenő fényes és drága magazin, és ebbe van egy hazai pálya című rovat, amit csinálok. És ez arról szól, hogy általában falusi meccsekre járok, és onnan adok egy kis színes beszámolót, ami nem annyira nagyon a játékról szól. Tehát hölgyek által is élvezhető. Tehát ha a feleségem el tudja viselni, mitől eljár velem szegény, akkor az szerintem az érthető. Ezt még az apám is el szokta olvasni. És ez most már 2010 márciusban volt az első. Tehát ez most már majdnem 4 év lesz. Ez azt jelenti, hogy ez hát több mint 40 cikk. Most a mostani aktuális számban Tihany volt. Tihany, Pécsej, megye 4. Valamikor Izala megye, most már Veszprém megye. Követtem azokat a szezonokat, amikor Hévíz volt az a csapat az Ete mellett, ahova jó részt a játékosokat kölcsönadták. Tehát Kónya, Koplárovics, ugye hát ő nyilván
ő akkor már nem. Ő nagy pályát futott be. Nagy, igen, szerintem igen, egyébként ez nagyon furcsa és szomorú, hogy ez a szegény fiú mi mindent szíve miatt, a gól miatt, de az meg teljesen el van felejtve, hogy utána ő 2-3 szezonon keresztül minden évben a bajnok, magyar bajnokság legjobb asszésője volt a nemzeti sportosztályzatai alapján, és az akkor formálódó és bajnok, végül bajnok Debrecen akarta többször is leigazolni, és sose engedtük el. És az az érdekes, hogy 81-es születésű, hát körülbelül 6-7 éve levezet. És ez ennek a tehernek köszönhető, miközben egy teljesen normális balszélső volt, egy teljesen egy magyar élvonalbeli szintű balszélső. És hát nyilván most meg azt mondja az ember a busz megállóban, hogy Koplárovics Béla, és akkor kuncognak az emberek, és ez egészen rettenetes, hogy mi erre képesek vagyunk. Én megkérdezném, hogy mi a hévízi foci csapattal a terv, a középtávú terv? Hú, hát most ilyen szakmai kérdésekben nem mennénk be, lehet, hogy ez untatja a jelenlévőket, de mi eldöntöttük, mert megye egy és vezeti a megye egyet, ugye? Így van, és eldöntöttük a szakemberekkel, hogy természetesen, ha a csapat feljut, akkor nosza rajta, de szerencsére át tudtuk úgy alakítani a csapatot, hogy... Ne jusson fel! Nem, nem, nem. Úgyhogy a 80% a fiúknak saját nevelésű játékos, és 23 év alatt van az átlag életkora a csapatnak, és focizik 250 gyerek Hévízen, és ehhez minden támogatást megadunk, és nem hozunk idegen légiósokat, meg egyéb ilyen dolgokat, hanem ők mutassák meg, és láthatóan az eredmény megvan. Az az érdekes, azt kell tudni, hogy ugye pár éve, mondjuk egy 6-7 éve MB2 volt a Hévíz. Igen, itt volt minden. Akkor kelet-nyugati csoport volt, és most idéntől van egy olyan átszervezés, vagy lett egy olyan átszervezés, hogy egy másodosztály lett, és a kb. 5-6 harmadosztályból, 6 harmadosztályból lett 3, és ez azt jelenti, hogy az, hogy megye egyes a csapat, az a, mondjuk a tavalyi ilyenkori állapotnak megfelelően az egy MB3 középcsapatot jelent, úgyhogy a megye egy az teljesen mást jelent, mint a köztudatba jelen pillanatban. Talán elmondtunk mindent, illetve elmondtál mindent. A női kézilabda. Mi van vele? Hogy feljut az NB1-be? Nem. Miért nem? Itt jó helyen vannak a lányok, úgy gondolják. Mi elsőben a fiatalok nevelésével, sporton belül nevelésében, vagy sportra nevelésében gondolkodunk. És ez bevált. Aztán persze mindenki előtt szabad a pálya, aki magasabb babérokra vagy eredményekre tör, azt megpróbáljuk megfelelően támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És köszönöm szépen Szálinger Balázsnak, hogy eljött.